Folyamatos a munka itt a déli ipari parkban. A Nyírlift Kft. Egy új 2500 négyzetméteres gyártócsarnokot épít. Ez volt az egyik utolsó üres, értékesíthető szabad terület, amit eladtak az ipari parkban. Nyíregyháza befektetés ösztönzési politikájának is köszönhető, hogy a helyi vállalatok, a már a városban működő nemzetközi cégek és az új gazdasági szereplők egyaránt lehetőséget látnak a városban. Ahhoz, hogy vonzó legyen a város és jöjjenek a befektetők, alapvető dolgokat kell biztosítani. Meg kell teremteni a környezetét, a pénzügyi hátterét. Kell egy szervezet, ami menedzseli ezt a tevékenységet, illetve befektetési területre van szükség, mondta dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere egy online sajtótájékoztatón. Az elmúlt időszakban mindenki tűzött célt sikerült teljesíteni. Már 2010. november-decemberében a két közgyűlésen elfogadtunk egy befektetés ösztönzési stratégiát és egy befektetés támogató önkormányzati rendeletet, és az elmúlt évi költségvetésben 300 millió forintot erre biztosítottunk is, és ezt a járvány miatt a júniusi átdolgozáskor sem vontuk el, bízva abban, hogy erre nagy szükség lesz. A másik volt a fontos megoldandó a szervezet, Ipari Park Kft., Bartók Dávid vezetésével felépült, a debreceni hasonló szervezettel volt egy egyéves együttműködés, a HIPÁ-val, tehát itt egy komoly tanulási folyamat is lezajlott, nagyon tanulságos volt az az év, és most már tudjuk a befektetőket olyan szinten fogadni, ahogy azt kell. Fontos lépés volt, hogy a Magyar Fejlesztési Bankkal együttműködve létrejött egy 5,5 milliárd forintos iparfejlesztési alap. Mivel az ipari parkban már nem maradt több értékesíthető terület, ezért első körben 56 hektár tudtak vásárolni, de összesen 88 hektárnyi területre kötöttek szerződést a déli ipari parkban, tette hozzá a polgármester. Ennek a több lépésből álló munkának meg is lett az eredménye. A több évtizede gazdasággal és pénzügyel foglalkozó Brit Financial Times összeállításában Nyíregyháza felkerült a világ 5 legjobb befektetés ösztönzési célpontjainak listájára. Először Nyíregyháza bekerült a legjobb 5 közé, ahol van brazil, szerb, angol város, tehát ez nem csak Európát jelenti, és ráadásul a harmadik helyre soroltak bennünket, abból a szempontból, hogy a város fejlesztési politikában a befektetés ösztönzés hogyan jelenik meg. Ezt értékelték tulajdonképpen. Ez egy óriási dolog. A Brit magazin két évente készíti el ezt a listát. Nyíregyháza a feltörekvő városok, vagyis a Rising Cities kategóriában érte el a dobogós helyezést. Dr. Kovács Ferenc arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy már a választások után úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi 5 éves ciklus legfontosabb feladata a munkahelyteremtő beruházások vonzása, ezek ösztönzése és az erre való felkészülés lesz. Ennek a munkának a célja, hogy a nyíregyházi fiatalok, még ha más városban is tanulnak, de vissza tudjanak térni Nyíregyházára, itthon találjanak megfelelő munkát maguknak. A társadalmi mellett gazdasági céljai is vannak a fejlesztéseknek. A beruházások az új munkahelyeken túl az adóbevételek szempontjából is fontosak. Ezekből lehet ugyanis finanszírozni a város további fejlesztéseit. Jelenleg már folynak a tárgyalások egy igazán jelentős és kisebb befektetések iránt érdeklődő cégekkel is. Bár még csak március van, már 3 jó hírt is kapott Nyíregyháza 2021-ben. Évelején megkapta az Artis Business kulturális turizmus díját, a Financial Times beválasztotta a világ egyik legjobb feltörekvő városai közé, illetve Magyarország második legboldogabb városa lett Nyíregyháza a felmérések szerint.